a dologba, hogy akkor nézzük meg, hogy most így, hogy láttátok egészben, hogy milyen nyavajáink vannak. Ugye sokféle betegségünk, elsősorban a szívérrendszerre, a cukorbetegségre, a daganatos megbetegedésekre, a csontritkulásra, az elhízásra appellálok, ezek a leggyakoribbak. Hogy ezeket hogyan tudjuk kivédeni azokkal a termék családdal, amivel rendelkezünk. És hát természetesen az első dolog a kávé ugye nem mindenki hallotta ezt a viccet, azt azért elmondom. Megy az orvoshoz egy 50 év körüli szivar, azt mondja, mi a baja? Azt mondja, hát képzelje el, doktor, ezt meg kell hallgatni. Azt mondja, megyek a minap haza a munkából, és mit látok? Hát a szomszéd szobá, vagy benyitok, látom, hogy az asszonyt a szomszéd ugyancsak ösztökéli. Hát nézem, nézem, az asszony kinyújtja a kezét, ja, menj nyugodtan, fiam, a konyhába, igyál meg egy kávét. Tehát másnap jövök haza, ugyanez a szitu. Megint mondja, csak ott a menj a konyhába, így áll egy kávét, és így ment harmadat, De azt mondja, most már egy hónap óta így megy. És akkor az orvos kérdezi, hogy na tehát miért jött hozzám, mit csinálják én? Csak azt szeretném megtudni, hogy nem árt meg ez a sok kávé. Na kérem szépen, valóban nem árt meg a sok kávé, ugyanis a kávé igen magas antioxidáns tartalmú, hát az arabika kávéból készül, és akkor itt én csak egy összefoglaltam, hogy miket csinál a kávé, tehát milyen hatásokkal rendelkezik. Természetesen ezt figyelembe kell venni, ezen kívül még nyilván, hogy nagyon sok egyéb pozitív hatása van, de hát az, hogy az agyunk működjön, az kell. Az, hogy energiád legyen, az természetesen, hogy szükséges. Hogy a kimerültség, fáradtság ellen jó legyen. Mennyi az a megengedett kávé mennyiség? Amit azért például az itt jelenlévőknek én ajánlanék szívem szerint. Napi négyet. Megmondom, hogy miért. A legolcsóbb antioxidáns, napi négyet. Ha nem azt jelenti, hogy éjjel-nappal keférszőlem, mert ebben nincs viagra. azért, az, attól azért az, az kivonták belőle direkt. Ugye azt mondja a két nyugdíjas, azt mondja, találkozik, azt mondja, hogy te emlékszel rá, hogy amikor katonák voltunk, hogy milyen sok brómos tehát ittunk? Azt mondja, igen, de azt mondja, akkor abszolút nem adott. Nekem most kezd hatni. <laughs> Na, visszatérve a dologra, a veseműködés segíti a kávé, és ez rendkívül fontos. Ez az az alattomos betegség, ami akkor derül ki, mikor már mi azt mondják, hogy most már vesegondozásba kell venni. Tehát a vesének kinyitja a vese zsilipeket. Hát természetesen az inni kell, vagy a vizet kell inni, még a vizet, ami olcsó. Tehát olcsó vizet, most már hát így is mondom. Aztán hogy a gyomorvédelem, a tejporral készültek, azok megoldják, hogy ne legyen csersav, természetesen izomlázat csökkenti. Minden futás előtt lehet egy kávét inni, nem azért, hogy gyorsabban fussak, ne legyen izomlázam. Tehát van neki itt sok, és még képzeljétek el a ballasztanyagként is fölhasználható, mert ugye természetesen, hogy széklet legyen, ez nagyon fontos. Na nézzük a Ganoderma lucidumot, több mint 200 féle hatóanyaggal rendelkezik, és annak bizonyos olyan fajta vegyületcsoportok, ami miatt nagyon értékes, tehát a poliszajrodok, a titerpédek, adenozin, szerves germánium, ásványanyagok. És az egyik olyan általános betegség, ez az izületi betegség. Ugye használtok Donaport, használtok Béresportszerőt, használtok MSM-et, mindenfélét. Arra nem gondoltok, hogy a ganodermában minden megvan kellő mennyiségben, tehát a porcállományt lehetne úgy javítani, amennyire, csak ahhoz be kell venni. Na most ez is genetikai dologám, tehát azt megmondani, mert manapság már 15 éves korban elkezdődik a degeneráció. 15 évesen. És nem csak a porcállomány pusztul, nyilván az a csont is, meg az izomzat is, aztán később kontraktúrák alakulnak ki, de annyi sok az izületi beteg, hogy mindenki fürdőbe akar menni. Szerencsére van Magyarországon fürdő, de nem ez oldaná meg, meg kellene előzni. Hát aztán a béta glükán, ami szintén ebbe a, poli, ebbe a családba tartozik, annak a szerepe nyilván, hogy nélkülözhetetlen, többek között a következő miatt. Nem akarom mindegyik hatását itt részletezni, de mivel tápláléknak is bevették már adott esetben, a beta nagyon fontos táplálék is, és ha valamilyen antibiotikumot szedek, és vele együtt szeditek, akkor az antibiotikum hatását meg sokszorozza. Egyéb jótékony hatását is természetesen ki tudja fejteni. Hát, hogyha most Magyarországon megint volt, most már lecsengőben van az influenza járvány. Ha minden harmadik ember például ganodármát enne, akkor nem következne influenza járvány Magyarországon. Hoppá! Ugye? Na most az, hogy mit hat, hogy antimikróbáj, tehát datérünk gomba, vírus hatású, koleszterin csökkentő, vércukor csökkentő, daganat hatás van. Tehát ott, ahol hajlam van a daganat kialakulására. Visszatérek a sütkrumplira. Aki kisgyerek korában már azt a kap, mert ugye azt kap a szülőtől adott esetben, meg csípszet, is, azoknál fiatal, 30 éves korában keletkezhet emberek. Akinek meg hajlama van rá, nem is akarom ugye említeni a színész esetet, a színész esetet, ugye, aki le is amputáltatta Angelina Jolie. De hát az egy korlátor dolog volt, nem kellett volna, mert hát azért így lehet azt védeni. Ha én tudom, hogy el esni, akkor leülök. Itt a sámli. Tessék, itt a ganoderma. Tehát gyakorlatilag, ami még beta tartalmú készítmények, tehát a ganocélium, ugye főleg, a rejsimusrom, Cordyceps kapszula, oroszlánsörény gomba, ezekbe bőven található, és az anyagi lehetőségek, meg egyéb lehetőségek birtokában lehet dönteni, hogy ki mellett, mi mellett teszi le a voksot. Nyilván a laktózérzékenyeknél az oroszlánsörény gomba kiesik. De a laktózérzékenység az egy szerzett betegség, Hát az, hogy kinek ajánlott, ezt nagyjából, ezt tudjátok. De itt egy dolgot kiemelnék. Kismamának terhesség szoptatás alatt. Beszéltünk a gyerekekről? Hogy ne beszéltünk van. Lényeges szerepe van, hogy olyankor használjátok. És ugye azt is látátok, hogy akár 8 grammig is föl lehet menni. Na most mindig az van, hogy azt mondják, ugye, hogy, hogy, egy tápári kiegészítőt hogyan használják, hogyha betegség van. Hát itt csak egy mondat erejét térnék ki, hogy tulajdonképpen a pénztárszám dönti el, hogy mennyit vegyek be. Mert nyolc grammot is be lehet venni, hát csak mennyi pénz kell hozzá. Ugye? Tehát mi történne most, ha valaki egy doboz ganodermát legorítana? Hát az a sok kapszula nem volna jó a gyomorra, de hát ide után átmenne, mert ezek feloldék, oldható kapszulák, nincs vele vaj. De valami élt egészség lenne tőle kicsattanna a bőréből. Tehát nem lenne baj, nem lenne mérgedési tület, gyógyszerből vegye be egy dobozzal. Tehát ugye mentő elvisz, úgyis hát valamiben el kell patkolni alapon, ugyanis naponta 22-en meghalnak gyógyszer okozta mellékhatási mérgezésbe Magyarországon. Három a négyen közlekedési balesetbe. Akkor melyik a veszélyesebb? Hát csak a gyógyszerszedés. Hányan szedtek gyógyszert kezeket föl? nem ismerik főrak. De föltötték egy páran. A fogamzásgátlós gyógyszer, láthattátok, hogy mennyi mellékhatása van. Na kérem szépen, ganoderme és a sport serkenti mindenféleképpen a tevékenységet, nem is akarok, az hogy a hosszú élettitka. Sportoló nem hosszú élet él általában, hanem akkor, amikor óriási erő kifejtés kell, abba az életét föláldozza a fiatalságát, és akkor van, aki most már ugye nyugdíjat is tud kapni, hogyha megteszi szívizom erősítő, javítja a teljesítő képességet, nem megyünk vele. Ezeket a termékeket természetesen ismeritek, csak azért, hogy az agyatok memorizálja jobban, azért vetítem ki a ganocél limot is akár. Ugye, hogyha bétaglikára van szükség, akkor ezt a fajta ö, formát kell leginkább választani. Rejsi musromot is lehet. És természetesen nőknek, de csak nőknek a szójási talpor. Férfiaknál az sem való. Viszont a zöld a ganodermával, főleg aki kávét nem nagyon iszik, annak egy borzasztó szerencsés, mert azért abban is vannak olyan hatóanyagok, amelyek fontosak. Hernyogomba. Kérem szépen, ez egy csodálatos dolog. Ez mondjuk a gombáknak a csúcsa tulajdonságait is figyelembe véve. Természetesen, hogy rendelkezik olyan fajta tulajdonságokkal, mint antibiotikum, rendelkezik olyan tulajdonságokkal, mint a szteroid hormonok, csak mellékhatásmentesen, rendelkezik olyan tulajdonságokkal, ami a szívvérrendszeren nagyon kedvezően hat, a hatása egyértelmű, növeli a szervezet ellenálló képességét, ezt napjaimban nagyon ki kell használni természetesen, elősegíti a vese kiválasztó folyamatokat, amiről már szó volt korábban, és gyakorlatilag koleszterin csökkentő hatással is rendelkezik, azt a fajta, hát főleg a zsír csökkentő hatása, javítja a májnak a működését, és gyakorlatilag ennyi, ezen keresztül tudja a lipidanyagcserére, tehát a zsíranyagcsere kifejtett kedvező hatását, javítja a mikrocirkulációt, tehát a hajszálér hálózatot, aminek döntő szerepe van, javítja az ellenálló képességet, csak a mitokondrium. A mitokondrium a sejten belül az energiatermelő egység. Ha ezt én tudom javítani, akkor természetesen, hogy a Cordyceps kapszulát a sportban is jobban föl tudjuk használni, sőt a Cordypine, ami egy csodálatos készítmény, erről ugye én már beszéltem részletesen. És ha azt nézzük, hogy a, a sportban mennyire jó, én azt mondom, hogy ez a 93-as Nemzeti játékokon kilenc világcsúcsot döntöttek meg a kínaiak. Ezzel azért ne nagyon henszegjünk. Mással igen, tudnék, ott azért volt egy kis dopping is, csak akkor ugye a dopping ellenőrzés. Ismeritek ezt a doppingot? Hát nézzétek meg, hogy az amerikai adott esetben kosárlabda csapat, hát az nem is kerül be, aki nem doppingol. Hogy néz? Nem ismerik ellenőrizni. Hát ez a nagy hatalmi kérdések természetesen. A Cordyceps 50%-kal növeli a szerzett oxigén kapacitását, ezért jó sorra fokozza az ATP termelést, ami energiát ad nekünk, támogatja a mellékvese munkát, növeli a máj glukóztermelő képességét és raktározást. Ez adja a sportdrónak az energiát, tehát hogy mennyi cukorunk van a májban, meg mennyi cukorunk van az izomban. Hisz amikor fut egy sprinter, akkor a máj képez annyit, és egy másodperc alatt annyi cukorral árasztja el a szervezetet, amennyi kell. El is égette azt a cukrot a sportoló. Hát erőlétfokozás, koncentráció fokozódik, javul a szívpumpa funkciója, gátolja a vélemezki ez természetesen fontos. Na kérem szépen, a süngomba e, tulajdonképpen hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, kicsit csökkentett habzású formában. Ez általában az idegrendszeri, nagy idegrendszeri korképekben ajánljuk leggyakrabban. Tehát az, hogy hol van a süngombának a helye, vagy oroszlán sörény gombának, főleg az idegrendszeri korképekben kifejezetten jó. Hát laktóz érzékenyek ne használják, ezt természetes. Az algákról lehetne egy napot beszélni, hogy mi minden található benne, az ősi élet forrása minden benne van, ami kell egy emberi szervezetben, és gyakorlatilag, hogy egy milliméter nagyságú nincsen neki sejtfala, azonnal föl tud szívódni, 92%-os 92 legalább olyan a biohasznosulása, tehát egy óriási dolog, mert ugye figyelembe kell venni, hogy a gyógyszerek hogyan szívódnak fel. 50%-ban. Egy vastabletta mennyire szívódik fel? 5 százalékban. Hát annyit, annyit, is ér egyébként, tehát mindegy. Tehát a lényeg az, hogy ennek a fejére tartalma igen nagy. Egy dolgot figyelembe kell venni, vesebetegnél, akinél tényleg gondozzák, vagy valami, ott a spirulina ezért nem javasolt. Nagyon magas a fejére tartalma kezeléssel történő terápiás lehetőség. Az, ami napjainkban már részben adott, csak hát államközi megállapodások fognak dönteni, hogy mikor engedik meg, mert nem akarják azt, hogy a tökéletes katona is elkészüljön. Ha csak nem titokban van már, ezt nem tudjuk. Minden esetre nem szívesen találkoznék olyan katonával, mert az ugye, hogy az úgy van beprogramozva, hogy azt csinálja, amit mondanak. A spirulina és a sport itt is lehet teljesítményfokozó hatás, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nem csoda, hogy a spirulina képes teljesítményt fokozni, összetételénél fogva, és ugye van neki egy olyan fajta anyag, hoppá, van benne egy olyan fajta anyag, és mindjárt oda is fogunk érni, és ez pedig a glutátion, tehát a GSH, a szervezet a sejtem belüli legerősebb antioxidás, ilyen inekció is van, tacionil, ezt szokták Európa minden országában a rákos betegnek adni, kivéve Magyarország, mert ugye mi nem akarunk ilyesmit, hogy gyógyuljon az illető. Tehát gyakorlatilag Ugye ennek olyan hatása van, hogy a kemoterápia mellékhatásait is ki tudja védeni. Hát a spirulina sok mindenre javasolt, nem is akarom ezt részletezni, mert ezt tudjátok. Gyakorlatilag annyi, hogy a szívérendszeri betegségetől kezdve a jelenleg napjainkban divatos ősei szaporítást tudja végezni. Hát tablettában megtaláltjátok, és a spirulina cereál formájában viszont be lehet vinni a pehely formájában is. És gyakorlatilag ezt szokták reggelire, holott inkább ez vacsorára kellene. Reggelire mit tegyél? Szalonnát, kóbát, zsíros kenyeret, sonk, most a sonkát. Annak a sora lesz. Májkovegyi, ezt már részletesen kielemeztük. Nagyon tudjátok, hogy egy milyen fajta termék. Olyan területen hat, ami gyakorlatilag élet meghatározó, és a vastabélnek a szerepét napjainkban egyre jobban felturbozták, egyetlen egy dolog miatt, nem csak a vastag bele tudja javítani, hanem természetesen kihat akár a cukorbetegség, akár az idegrendszeri Alzheimer, Alzheimer kor, szklerózis multiplex, Parkinson kor, tehát ilyen betegségek, meg a kettes típusú cukorbetegség kialakulásában is. Ha jó a béléskamrám, akkor nincsen vele ilyen jellegű gond. Érem szépen, végezetül maradt egy fekete kömény nevezetű szer, aminek a kihasználtsági foka alacsony ára ellenére nem megfelelő. Nem tudom, hogy ki itt a termékfelelős, de ebből mennyire sok fogy? Kevés. Kevés, ugye? Tehát gyakorlatilag olyan hatásokkal rendelkezik a fekete kömény, most az, hogy gyerekkori epilepsziát gyógyít, ez egy ez segít benne, hogy ne jöjjenek rohamok. Annyit kell tudni, hogy egy rom alkalmával akár egy millió agyidegsejt elpusztulhat. Egy rom alkalmával. Tehát, hogy ezt ki tudjuk védeni, az, hogy véd szín, máj, károsodás ellen. De szívfáradást, tehát szívelégtelenségben, megkérek még majd egy perc hosszabbítást csak, pollenallergiában, bőrgyulladásokban, pikkel sömörben, és nincs kihasználva arra se. Zsír alkoholbontó hatása nyilván a máj epe működést szabályozza, tehát erre is nagyon jó, és izületi megbetegedésekben. Hát kérem szépen, gyakorlatilag annyit mondanék, hogy az összetételét láthatjátok, a fekete kömény 99%-ban van. A bors csak azért van benne, hogy jobban felszívódjék, a szegfűszegnek is van egy bizonyos speciális hatása. Nem akarom részletezni időhiány miatt. Áttekintettem a főbb termékeket, mindenre természetesen ö, nem terjedtem ki, nyilván, hogy időhiány miatt nem is lehet, de én azt mondom, hogy egy egészséges szemléletetek legyen az élettel kapcsolatban, lássátok azt meg, hogy mikor hogyan kell segítenünk, hogyan alakítsam az életemet a csecsemőnek, hogyan alakítsam a kismamának, hogyan alakítsam fiatalkorban, hogyan alakítsam idősebb korban, és azt látjátok, hogy a DX-en rendelkezik olyan fajta bázissal, ami biztosíthatja azt a fajta jövőképet is, amit szeretnétek elérni, megöregedni. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm szépen! Meg ne a sok taps, mint a kávé. <laughs>